hogy az ünnepségek során az ünnepség rendjéért felelősök és az elnök személyes biztonságáért felelősök között milyen fajta együttműködések léteztek vagy nem léteztek. Én itt első megközelítésben is legalább 7 tisztázatlan kérdést látok. Az első ilyen kérdés, amire Orbán Viktor is utalt, hogy 23-án a Pofosz Kolumbusz utcai székházában egyes információk szerint a skinheadek, illetőleg az antibolsevista és antifaszista szövetség skinhead nagygyűlést rendezett. Várható volt, hogy ezen a rendezvénynek a résztvevői a Kossuth térre érkeznek, és ott valamilyen akciót kezdenek. Ezzel kapcsolatban belügyminiszter úr is utalt korábbi házkutatásokra. 22-én, tehát egy nappal a rendezvény előtt egyes információk szerint házkutatás során olyan dokumentumok kerültek elő, egy skinheadhez hasonló fiatal lakásáról, amelyek utaltak a 23-ai eseményekre, szervezett eseményekre. Adott-e erről, ezekről a tényekről a Nemzetbiztonsági Hivatal vagy a Budapesti Rendőrfőkapitányság előzetes jelzést a rendezvény szervezőinek, és a rendezvény szervezői tájékoztatták erről az elnököt? 23-án több vidéki városból csoportosan, szervezetten skinhead fiatalok érkeztek Budapestre, akikről a rendőrség baseballütőket, ütésre, harcra alkalmas fegyvereket foglalt le a pályaudvaron, ahol várták őket. Érkezésüket, illetőleg a rendzavarásra alkalmas eszközök lefoglalását közölte-e a rendőrség a rendezvény szervezőivel, és ők erről tájékoztatták-e a köztársaság elnökét? Az ünnepi beszédre készülő elnököt tájékoztatták-e arról, hogy a téren már összegyűltek olyanok, akik transzparensekkel és egyéb módon kifejezésre juttatták, hogy nem a nemzeti ünnepről való megemlékezés céljából érkeztek oda, hanem az elnök elleni tüntetés céljából. Az elnök személyi védelmét ellátók kaptak-e információt arról, hogy a nap folyamán különböző események az esti rendezvény megzavarására és az elnök biztonságát fenyegető veszélyekre utalnak? A rendezőség által berendezett téren megfelelően biztosítva volt-e, garantálva volt-e az elnök személyi biztonsága? A nap folyamán bekövetkezett események tükrében történt-e megfelelő intézkedés, vagy bármifajta intézkedés esetleg a rendezvény programjának megváltoztatására, alternatív program előkészítésére? A tér egyenruhás közrendvédelmi alakulatokkal megfelelően biztosítva volt-e, ezek rendelkezésre álltak volna erőszakos rendbontással szemben is? Ezek kérdések, nyitott kérdések, amikre nem történt megnyugtató válasz, és ebben a vonatkozásban a belügyminiszter úr nyilatkozatai egyáltalán nem megnyugtatóak, és ha további nyilatkozatokat tesz, azok sem az eddigiek tükrében nem állnak összhangban a fényképekkel, tanúk vallomásaival, tényszerű adatokkal. De ezeket tisztázni kellene, és nem homályos célzásokat tenni olyan körülményekre, amelyeket a belügyminiszter úr az előbb felvázolt. Szeretném azt, hogyha a ház elfogadná a vizsgálóbizottság felállítását. Szeretném, ha a kormány, illetőleg az illetékesek ezen vizsgálóbizottság előtt válaszolnának ezekre a kérdésekre, és még további esetleg felvetődő kérdésekre is. Ezek nem arról szólnak ezek a kérdések, hogy a tömeg milyen indokokból fújolt vagy nem fújolt. Ezek a kérdések arról szólnak, hogy azok a szervezett csoportok, amiknek a létszámát a rendőrség
hol 500-ra, hol 800-ra, hol 2000-re, a belügyminiszter úr most 50-re becsülte. Ezek a szervezett csoportok kinek a szervezésében, milyen veszélyességet jelentve, milyen veszélyt hordozva léptek fel, kik voltak az irányítói, kik voltak a szervezői, és milyen célokat követtek. Az ügynek a politikai vonatkozásairól én ma nem szeretnék beszélni, de számomra a hétfői ülésen is és a mai ülésen is egy nagyon sötét jövőkép vázolódott fel. Ebben a jövőképben az áll, hogy az egyik oldalról walkmanes, civil ruhások kíséretében masírozó 50-től 1500-ig ezek a számok mind rendőri jelentésbe értve a belügyminiszter úr szaváiban fogalmazottak meg. Szervezett csoportok vonulnak fel nemzeti ünnepeken, ezekkel a csoportokkal szemben a kormánypárti képviselők és a miniszter úr is hiányolja a hasonló szervezettséggel felvonuló ellendrukkel csoportokat, akik majd ott a téren eldöntik, hogy kinek van igaza, kik vannak többen. Miniszter úr arról beszélt, hogy elég sokan voltak, akik itt nem tetszésüket kifejezték. Más rendezvényeken is sokan voltak, akik a kormánnyal szembeni nem tetszésüket kifejezték. Én nem örülnék annak, ha a miniszter úr által sugalt megoldások uralnák ezt az országot, hogy az utcai tüntetőken a fújolás hangossága döntené el, hogy kinek milyen következtetéseket kell levonnia. Nem örülnék annak, ha önök arra biztatnák a kormánnyal szemben ellenérzéseket érző polgárokat, hogy vonuljanak fel és fejezzék ki a nem tetszésüket hangosan. Nem örülnék ennek, mert ez sokaknak tetszene. Sokaknak tetszene az, hogy ebben az országban erőszakos összecsapások történjenek. Sokaknak tetszene az, hogyha ebben az országban a rendőrség ezeket az erőszakos összecsapásokat megfékezhetné, beavatkozhatna. Sokaknak tetszene az, hogyha ebben az országban nem demokratikus választásokkal, nem szavazással, nem az urnák előtt dőlne el az, hogy ki gyakorolja a hatalmat, hanem az utcán. Önök erre buzdítják az embereket, ami szerintem nem helyes, nem kívánatos. Arra kellene buzdítani. Arra kellene buzdítani az embereket, hogy ne az utcákon, hanem az urnák előtt, a politika csatornáin keresztül, a választott képviselőik útján, a parlamentben, az önkormányzatokban érvényesítsék érdekeiket a szervezeteik útján. Önök kiabálnak, üvöltöznek itt, amire a miniszterelnök urat tudom megint idézni, hogy a téren tegyék. Arról, hogy szélső baloldali veszély van. Nem tudom, hogy van-e ilyen veszély, de ha van ilyen veszély, miniszter úr, tárja az országgyűlés nyilvánosság elé, hogy mikor, hol, kik, milyen lépéseket tette. Örülnék, ha tisztázódna. Ha van ilyen veszély, egyetértve valamennyi ellenzéki párt szerintem ebben egyetért, de az SZDSZ biztosan, akkor önöknek ez ellen fel kell lépni, ugyanúgy fel kell lépni a szélső baloldali veszély ellen. Ha munkásőrök vonulnak fel vörös zászlók alatt nemzeti ünnepeken, az ellen ugyanúgy fel kell lépni, mint ha fasiszták vonulnak fel árpádsávos vászlók alatt nemzeti ünnepeken. Ugyanúgy, ha ez megtörténik, fel kell lépni. Azért kell fellépni, miniszter úr, mert ha van ilyen veszély, szélső baloldali veszély, ha szélső baloldaliaktól robbanóanyagot foglalnak le, uszító röpiratokat foglalnak le, akkor erről tájékoztatni kell vagy az országgyűlést, vagy a Nemzetbiztonsági Bizottságot, vagy az illetékes bizottságot. Valamit tenni kell, ugyanúgy, ahogy tenni kell akkor, ha bombák hullanak az ország területére, ugyanúgy tenni kell, hogyha valami rendkívüli esemény történik. Ez a belügyminiszter kötelessége, hogy fellépjen. Ha ilyen veszély van, tárja elénk a tényeket. Ne a minősítéseit, ne a jelzőit, hanem a tényeket, az információkat, a dokumentumokat, amelyek bizonyítják az önök jó szándékát. Köszönöm.
Szólásra következik Katona Béla, a Magyar Szocialista Párt képviselőcsoportjának helyettes vezetője. Elnök úr, tisztelt ház, nem mindenben értek egyet Hak Péterrel. Én például annak nagyon örülök, hogy a két miniszter úr hazaérkezett külföldi útjáról, és természetesnek tartom, hogy mivel hétfőn hosszú politikai vita volt, ezért ők is lehetőséget kaptak, hogy kifejtsék politikai véleményüket az ügyről. Mi egyébként nem akarunk még egyszer politikai vitába keveredni ezzel az üggyel kapcsolatban. Mi ezt hétfőn lezártuk, mi ma a szociális igazgatástörvénnyel, az ÁFA-val és a fogyasztási adóról szóló törvénnyel akarunk foglalkozni. Ezért én nem reagálok arra az egyébként igen nagyívű politikai előadásra, amit Boros miniszter úr tartott. Nem reagálok azokra a módszerekre, hogy eleve hazugnak és alpárinak nevezünk minden tőlünktől eltérő véleményt. Nem reagálok arra a módszerre, hogy eleve eltévesztjük a képviselők megszólítását. Nem reagálok arra sem, hogy ki volt a Balek az elmúlt 40 évben, és ki volt az igazgató, és azt sem akarom megkérdezni, hogy ki adta az utasítást az államtitkárnak tegnap, hogy tagadja meg alkotmányos kötelességét. Én mindössze annyit szeretnék levonni tanulságként a két miniszter úr által elmondottakból, hogy mivel egyetlen egy tényt nem mondtak, ami szakmai munkájukhoz és kötelességükhöz kapcsolódna, ezért természetesen mi Keleti György és Szili Sándor kérdéseit interpelláció formájába be fogjuk adni a következő héten, és arra a következtetése jutottam a két beszéd meghallgatása után, hogy önök természetesen úgy gondolják, hogy szükség van erre a vizsgálóbizottságra, és a tényeket majd ott fogják elmondani. Köszönöm a figyelmet. Szólásra következik Hónya Imre, a MDF frakció vezetője. Elnök úr, tisztelt ház, én valóban nem ehhez a vitához szeretnék kapcsolódni, és nem is akarom felsorolni, hogy mihez nem szeretnék hozzászólni, hanem kötelességemnek tartom, hogy a tisztelt házat tájékoztassam egy olyan eseményről, amely formálisan ugyan a parlament rendes menetén kívül zajlott, egy politikai egyeztetés, amely tegnap éjszaka ért véget, és azért teszem ezt meg, mert nyilván az éjszakai időpont következtében partnereim, frakcióvezető társaim, illetve a tárgyaló küldöttség tagjai nincsenek itt jelen, úgyhogy én vállaltam magamra, nem megbízásokból egyébként, hanem saját elhatározásomból, hogy tájékoztatom a házat erről a tárgyalásról, hiszen összefügg a törvényalkotási kérdésekkel, mert a média törvény megalkotása is egyik problémája volt ennek a tanácskozásnak. Azonban ezt megelőzően csak egy mondatban reagálnék az előző vitára annyiban, hogy Hak Péter fölvetette, hogy nem örül annak, hogyha egy országban a belügyminiszter mondja meg, hogy mi az igazság. Én azt tenném ezt hozzá, hogy én annak nem örülnék, ha bizonyos politikai erők szeretnének a véleménynyilvánítás szabadságából akármilyen ürüggyel embereknek bizonyos csoportjait kirekeszteni. És meg kell, hogy mondjam, hogy még a belügyminiszteri pozíciónak, az elég hálátlan belügyminiszteri pozíció sem elég ok arra, hogy valakit kirekesszenek a véleménynyilvánítás szabadságából. A belügyminiszter úr elmondta a véleményét valamivel kapcsolatban, és hogy ez a véleménye nagyon sok képviselő véleményével egyezik, azt hiszem ezt a tapsokból le lehetett szűrni. Sajnálom, hogy a tapsok most is politikai hozzáállás szerint oszlódtak meg, mert direkt figyeltem, hogy csak a függetlenek között láttam olyanokat, akik tapsoltak a belügyminiszter úrnak, pedig olyan kérdésekről volt még valaki? Nem, több független képviselőt láttam, mert olyan kérdésekben foglalt állást a belügyminiszter úr, amelyben biztos vagyok,
hogy ellenzéki képviselőtársaink jelentős része is egyet kell, hogy értsen, de nyilván a pártfegyelem megakadályozta őket, hogy tasban is kifejezésre juttatják egyetértésüket. Most viszont megkaptam ezt az egyetértést, úgyhogy köszönöm szépen, hogy oldani sikerült ezt a feszültséget ezzel. Nos, ami a tárgyalást illeti, tisztelt képviselőtársaim, szeptember 29-én a miniszterelnök úr a koalíciós képviselőcsoportok előzetes felhatalmazásával megállapodott a köztársasági elnök úrral abban, hogy az alkotmányos válsághelyzet és a rádió elnök és a tévé elnök személyi döntése következtében súlyossá vált, kiéleződött és régóta húzódó, csak ezzel különösen kiéleződött politikai feszültség feloldása érdekében lépéseket tesznek a személyi változások, tehát a rádió és tévé elnök leváltása és új rádió és tévé elnök kinevezése érdekében, és a köztársasági elnök úr vállalta ezen a megbeszélésen, hogy amennyiben az országgyűlés kulturális bizottságában kétharmados támogatást élvező jelölteket sikerül találni, akkor aláírja még a médiatörvényt megelőzően a kinevezéseket. Nos, ezért indult egy tárgyalás, hogy ilyen kétharmados támogatásra számot tartható jelölteket, személyeket kerestünk, és az ellenzék kérésére, amit mi is méltányoltunk, ezeket a tárgyalásokat fölkívántuk használni arra is, hogy egyben a médiatörvény még áthidalandó problémáinak a megoldását is keressük politikai egyeztető tárgyalásokon, a politikai kompromisszumkeresés eszközeivel. Nos, ezek a tárgyalások voltak azok, amelyek tegnap éjjel 1 órakor befejeződtek. Meg kell, hogy mondjam, hogy eredménytelenül fejeződtek be, tekintettel arra, hogy az ellenzék nem is reagált az általunk előterjesztett személyekre vonatkozóan, nemhogy élt volna azzal a lehetőséggel, amit kértünk, hogy saját maga is terjesszen elő olyan személyeket, akiket megfelelőnek tart a rádió és a televízió élére. Összefüggésben van, tisztelt ház, ez az ellenzéki magatartás az október 23-án történtekkel. Merem állítani, hogy összefüggésben van, tekintettel arra, hogy ahogy a köztársasági elnök urat magára hagyta az ellenzék a Kossuth Lajos téren, ugyanúgy magára hagyta a tárgyalások során is, amikor kijelentették, hogy a két közjogi méltóságnak az a törekvése, hogy az alkotmányos válságot és a politikai válságot feloldják, az őket nem érdekli, az őket nem köti, tehát hiába határozták el, hogy a személyi kérdéseket még a médiatörvényt megelőzően megoldják, az ellenzéknek más az álláspontja, nem hajlandók hozzájárulni, hogy ez a kérdés megoldódjék. Ennek ellenére, a kudarcot vallott tárgyalások ellenére továbbra is törekszünk arra, hogy a személyi kérdések és a média kérdések is megoldódjanak, és ezért a kormány elő fogja terjeszteni azokat a személyi javaslataikat, amelyek bizodalmunk szerint számíthatnak az ellenzék támogatására is a kulturális bizottságban. És akkor biztosak vagyunk abban, hogy a köztársasági elnök úr alá fogja írni a miniszterelnöki előterjesztést. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés! Nagy számban jelentkeztek képviselőtársaim. Engedjék meg, hogy a következőket jelezzem.
Olá Sándor nyilvánvalóan személyes érintettség címén kér szót. Boros Péter miniszter úr reflexióval kíván élni. Először nekik adom meg a szót. Olá Sándornak, majd Boros Péter miniszter úrnak. Tessék, Olá Sándor következik. Olá Sándor következik. Elnök úr, köszönöm a szót. Már féltem, hogy személyes megtámadtatás okán az ember gondolatait majd csak emlékiratainak megírásánál mondhatja el. De értjük a tárgyalásvezetés technikáját, minden futballedző ezt a taktikai utasítást adja a csapatának, hogyha az ellenfél lendületben van. Megint figyelmeztetem Olá Sándort, tudomásul veszem a figyelmet. Megúnyolódjék, én a szabályoknak megfelelően jártam el, amikor a frakcióvezetőknek és helyetteseiknek szabályszerűen előnyt biztosítottam. Figyelmeztetés, tudomásul veszem. Abból a halmazból, amit a miniszter úr elmondott, én kizárólag három kérdésre, amelyik személyemmel kapcsolatos, szeretnék reagálni. Az egyik egy rövid történelemóra, a másik egy rövid politika-technikai kérdés, és a harmadik pedig egy etikai kérdés. A történelemóra kérdésében. Köszönöm az arcképcsarnokot, a felsorolást, személyes ismerőseim, harcostársaim voltak. Sajnálom, hogy egy név nem kiexponált Bajcsi Zsilinszky Endréjé, akinek Fekete-halmi Cejdnerék, akik elmenekültek a felelősségre vonás elől a Horthy birodalomból a náci birodalomba, nem feledkeztek meg a bosszúról. 44. március 19-én az első áldozat, Bajcsi Zsilinszky, egyetlen fegyverrel védekező áldozat Bajcsi Zsilinszky volt a Gestaponál. És nyilván ennek következménye, hogy a nemzeti számon kérőszék ítélte halálra, végezték ki Sopronkőhidán, és lehet, hogy éppen Árpád-sávos zászlók mellett. Tehát én számomra a történelem órához ez is hozzátartozik, és hogy tárgyilagos legyek, az is, hogy Péter Gáborék, Rajkék és Rákosié, azt a Dadi Imre kommunista képviselőt, aki Lakos rendőrkapitány meggyilkolásában bűnös volt, Romániába menekítették ki azért, hogy a felelősségre vonás elől kimentsék. Én ezeket a történelmi leckéket ismerem, és csak ezek megismétlődésétől félek. Ennyit a történelemről. A másik egy politika-technikai kérdés. Ha a miniszter úr elolvasta felszólalásomat, abban az a szóhasználat szerepel, hogy kérem a miniszter urat, hogy segítse a kormányt ebben a helyzetben lemondásának önkéntes benyújtásában. Miért hivatkozok erre? Azért, mert a fejlett demokráciákban a kormányzati politikának elfogadott eszköze többek között ez is. Miért? Azért, mert a váratlan körülmények egy-egy kormány nagyon nehéz helyzetbe hozhattak. Nem csak egy ilyen rendezvény, mondjuk egy súlyos korrupció, adja az Isten, hogy ilyen itt ne ütközzön ki, vagy valami egyéb hasonló dolog, amelyik nem indokolná, hogy az a kormány megbukjon, és alkotmányos válság legyen, de indokolja és szükségessé teszi, hogy legyen felelős kormányzati ember, aki a saját kormányán segít azzal, hogy önként felajánl egy lemondást, amit nem kell elfogadni. De a közvélemény számára a felajánlott lemondás egy megnyugtató gesztus, egy elegáns gesztus, és én, amit elmondtam, így gondoltam. Elnézést kérek, hogy ezt valaki másképp magyarázza és értelmezi.
A harmadik egy etikai kérdés, és itt említette a belügyminiszter úr a igazságmagot, és az igazságmagról eszembe jut egy lírai életfilozófia, befejezésül ezzel szeretném megajándékozni a miniszter urat. Azt mondja ez a filozófia, hogy a szenvedés magja a remény szép virágait teremheti. A szeretet magja már gyümölcsöt is hozhat. A gyűlölet magja az mindig csak dudvát fog teremni. Ennyit befejezésként. Tisztelt Országgyűlés, Boros Péter miniszter úr kíván reagálni az elhangzottakra. Elnök úr, tisztelt ház, tényleg idők vannak, és nagyon röviden. Olá Sándor úrnak csak annyi. Miért tételezi fel rólam, hogy adott helyzetben nem tudom, hogy mit kell cselekednem, és milyen gesztust kell gyakorolni. Kettő. Adott helyzet. Él a gyanú, mondja Orbán Viktor úr, jobb oldal összeér. Él a gyanú, a bal oldal összeér. Határozott rendőrséget igényel, messze menően. Azt hiszem, szellemünk most összefonódott egy közös akaratban. Olyan rendőrséget, nagyon sajnálom, hogy Kőszeg Ferenc úr nincs itt, mert akkor együtt kiállhatnánk, hogy olyan rendőrségre van szükség. Valóban én is olyat szeretnék. A gyerek jelzőre csak annyit, hogy 30 évvel később ezt a szóhibát esetleg Orbán Viktor is elköveti, hogy 19 éves korban gyereknek minősít. Valakit, de ha ez bántana bármelyik, aki 19 éves, megkövetlen. Ha ez ma valóban ennek minősíthető. 45 utáni megszállás és 45 utáni politikai praktikát. Hát van itt fehérhajú úr egy páran ebben a házban, akik tudják, hogy nem egészen így volt. Időket megélve nem egészen így volt. De hadd mondjam azt, aki ismeri, mondjuk Pető Sándorra hívott fel a figyelmet írásaira. 1918 nyara őszén mi történt? És hogy lett belőle Kumbéla, akkor ismét csak azt mondom, hogy ne legyen még egyszer balek a magyar. Ha ezekkel a történésekkel, a tényekkel többen fiatalabb korosztályban megismerkednek, tudni fogják, hogy én miért mondom mindezt. A felszólalásnak, Hag Péter úr felszólalására én nem kívánok reflektálni, csak emlékeztetni arra, amit már mondtam. Hogyan is kell ezt csinálni? Úgy kell csinálni, hogy történik valami, és föl kell tenni drámaian a kérdést, beszédbe volt-e az államelnök? Jó drámaian. Mindenki tudja, és bizony nagy baj volna, ha nem tudná, hogy az államelnök egy pillanatig nem volt veszélybe. De fogalmazzunk ilyen drámaian. Mondjuk azt, hogy ha összecsapás történik, esélyesen volt az összecsapásnak, ha összecsapás történik, akkor az a rendőrség, amelynek irányítása kormányzati tisztem, nagyon határozottan véget vett neki, mert ahhoz már jogosítványai vannak. Tehát én nagyon kérek a tisztelt házat, hogy az ilyen fogalmazású hozzászólásoknál, amely többek között arra is utal, hogy én izgatott vagyok. Hölgyeim és uraim, én nem vagyok izgatott, kebleim a szükségesnél jobban nem hullámzanak. Én csak kifejtem nagyon határozottan abbéli véleményemet, hogy e hobban, e pillanatban semmiféle erőszakos hatalom átvételre nincs esély. Korlátolt kis csoportocskák állnak megfigyelés alatt folyamatosan, éppen azért, hogy ne legyen belőle veszély. Nagy nyomatékkal hívom fel a figyelmet, hogy különböző gyűléseken történő kiabálásokat nem tekintem olyan kategóriának, amely a fennálló alkotmányos rend megdöntésére irányulna. Hogy a határőrök mit tettek, hát nem mondtam el. Elmondtam. Hitem szerint elmondtam,
és azt is elmondom, hogy más fiatal katonagyerekek más alkalommal is állami ünnepségen kapnak ilyen természetű feladatokat, de hát hiszen jelenlévők ezt nagyon jól tudják. Felszólaló képviselő úr bizonyára tisztában van vele, poentírozni a helyzetet, hogy miféle fegyveres erőként avatkoztak bele valamibe, hát ez a manipuláció tárgykörébe tartozó kérdés, és én azt hiszem, hogy további igazolást nem nagyon igényel, tisztelt ház, én a magam részéről befejeztem abban a reményben, hogy sok szóvihar kihevert már ehon, még az utóbbi években is bizonyára ezt is kiheveri, és szükségesnek tartom bejelenteni, hogy minden olyan eset, amikor személyes felelősségemet nem csak saját megállapításom, hanem a kormány mögött álló kormánykoalíció is felelősségnek tekinti, akkor minden esetben azonnal felajánlom a lemondásomat. Ez a helyzet azonban megítélésem szerint nem ilyen helyzet, ennek következtében én tudom, hogy sokan valami oknál fogva ezt lényegesnek tartják. Erre a lépésre, amit visszatartás esetén is következetesen végigjárnék, most semmiképpen nem szállom el magam. Dolgaim vannak még. Köszönöm. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, még egy képviselőtársunknak van napirend előtti frakciója által támogatott felszólalás igénye, Mizsei Béla független kisgazda képviselőnek. Kérem, őrizzék meg a ház határozott képességét. Tekintettel arra, hogy hétfőn a független ifjúságot, amelynek én országos alelnöke voltam, 45-től novemberétől 47. február 25-ig, utána megbízott elnöke, június 8-ig 47-ben, hivatalos értve, feljogosítottnak érzem magamot arra, hogy ezzel kapcsolatban tisztázzuk a kérdéseket. Elkívánom mondani, hogy a független ifjúság népi, nemzeti alapon álló keresztény magyar eszmeiségű ifjúság volt. Valósággal ittuk a népi írók irodalmát. Ezt azért mondom most el, mert újabban olyan hangokat hallok, hogy a népi irányzatra ráfogják, hogy szélsőség. Szó sincs róla. Sajnos a népi írók az oroszok bejövetele után, meg kell mondanom, körülbelül két pártra szakadtak. Az egyik része opportunitásból, meg hogy védje, ami menthető, a kommunistákkal kollaborált együtt. A másik része Németh László és Kodolányi szembehelyezkedett velük, és mi független ifjúság, annak ellenére, hogy az oroszok itt voltak, mertük vállalni bátran, hogy mi vállaljuk Németh Lászlót és Kodolányit. Le is fasisztáztak bennünket a kommunisták alaposan. De tovább megyek, kérem. Sulyog Dezsőt is lefasisztázták, emlékszem rá pontosan, mert Farkas Mihály meg, igen, a Révai úr, igen, a nagyapa, igen. Sulyog Dezső ott ült, és olyat talált mondani a Révaiéknak, hogy nem tudtak rá válaszolni. Ele mérgesen szaladtak kifelé, és kiabáltak farral kifelé, hogy fasiszta. Ezt azért kívántam elmondani, hogy azt, hogy a kommunisták kit fasiznáktak le, az nem lehet mérvadó. Sőt, Hegedűs András úr, aki jelenleg ismét tartja a nagy gyűléseket, éppen olvasom pártai lapjában Debrecenben, azt mondta ránk, hogy népi fasiszták vagyunk. Mondom, te mi az, hogy népi fasiszta? Ez 47. júniusban történt. Mindenki fasiszta, aki a Szovjetunió vezető szerepét el nem ismeri. Ez volt a válasz.
Kérem, itt ne emlegessék azt, hogy így meg úgy 45-re ne menjünk vissza, mert a történelem az élet tanító mestere. Igenis visszamegyünk, mert én, aki akkor is tagja voltam a parlamentnek, ott ültem, Bertler úr, akkor is láttam, hogy az a bizonyos, látszólagos fordulat, stb. Az azért úgy történt, hogy sajnos Nyugat el is hitte, hogy ezt a nép akarja. Hát ezt mi most nem akarjuk. Most hadd térjek rá arra a bizonyos október 23-i 56-os eseményekre, hogy őszinte legyek, nem szívesen mondom ezt, hogy esemény, mert 40 év vagy 36 éven keresztül ugye mi a börtönben is mindig azt hallottuk, hogy a sajnálatos események, mert nem merték kimondani, hogy forradalom volt, hát most már hál' Istennek kimerjük, de hát most ez a bizonyos események. Kérem, az országban igenis olyan vélemény van, nem arról beszélnek az emberek, hogy a nyilasok alatt jobb volt, hanem sajnos arról beszélnek a gazdasági nehézségek miatt, hogy a Kádár alatt jobb volt. A sok politikai analfabéta nem veszi tudomásul, hogy a 20 milliárd dollár és stb. Amit megettek azért, hogy ott jobb, mondják. És éppen erről van szó, hogy az urnáknál történik a választás, és nem az utcán. Mi a biztosíték arra, hogy a sok analfabéta nem fogja a voksát odaadni, hogy éljen a Türmer és stb. Kérem, de hát, igenis azt látom, hogy a független ifjúság eszmeisége veszélyben van, és éppen azért azt mondom a belügyminiszter úrnak, hogy legyen büszke arra, hogy ennek a független ifjúságnak ő tagja volt, és maradjon a helyén, és csinálja tovább a nemzet biztonságát biztosító rendőrséget és egyéb szerveket. Szervezze, mert a nép ezt várja. A nép nem arra kíváncsi, hogy most a tisztelt ellenzék hogyan emlegeti a skinheadeket, meg az ilyesmiket. Egyébként hadd mondjam el, hogy mi tanúi voltunk annak, hogy ezek a vizsgáló bizottságok milyen nagyszerű munkákat végeztek 46-47-ben. Amikor pérem szépen a nagykörülton egyik ruszki lelőtte a másikat, akkor a vizsgáló bizottságok találtak a padláson egy legényt, akinek kalott jelvénye volt. Erre fel a belügyminiszter betiltotta a kalotot. Hadd kívánjak még arra rátérni, hogy jól tette a miniszter úr, hogy a körvény közben ott volt, pár hangzott itt olyan vélemény, hogy ők nem mennének el a körvény közbe, mert a körvény közi harcosoknak a vére nem is a harmadik világháborút előzte meg, az a világszabadságért volt. És hadd mondjam el azt is, hogy Türmer úr, hogy miket mondott Jászberénybe. Most már itt megint kiment Kis Zoltán úr, de az az érdekes, sajnálom, hogy nincs itt a szakállas úr, aki minket hazaküldött, mert annak a szakállas úrnak tetszett, illetve azt mondta, hogy jogszerű volt, mert be van jegyezve az a párt, akkor ezek szerint nem sokára a nyilaskereszti párt kéri, majd jegyezzék be, mert demokrácia van, ugye? Hogy a bolsevizmus bejegyzik, mert demokrát természetes. Azt mondta, hogy fel kell lakasztani az Antalt, mindenkit fel kell lakasztani, aki nem jövelik van. Úgy látszik, hogy egyes urak már helyezkednek előre, biztosítani akarják magukat abban az újban, amit attól félünk, hogy azáltal fog előállni, hogy az embereknek az agyát másfél év alatt még nem tudjuk kimosni. Mi fogjuk mosni? Kérem, még csak annyit kívánok mondani. Nekem gyanúsak ezek a skinheadek, mert rögtön arra gondoltam, hogy Kassát is megbombázták annak idejét. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, Orbán Viktor képviselőcsoport vezető kíván reflektálni. Elnök úr, tisztelt ház, hölgyeim és uraim, nem a vita eddigi menetéhez szeretnék csatlakozni, mert remélem, hogy ezzel az utolsó hozzászólásom a magad istelem végét ez a vita be is fejezte. És nem is akarok reagálni ezért aztán Mizsei Béla képviselőtársam megjegyzéseire, pedig lenne mire különösen az agymosásra vonatkozóan. Ellenben azért kértem szó, tisztelt elnök úr, mert Kónya Imre képviselőtársam már egy másik ügyben az előbb nyilatkozott, a kormánypárti képviselők nevében, és szükségét látom annak, hogy az ellenzék nevében is legyen nyilatkozat. Kónya Imre arról szólt, hogy tegnap éjjel megszakadtak a tárgyalások a médiatörvényről, a TV és a rádió elnökéről szóló tárgyalások véget értek. Két megjegyzést szeretnék ehhez fűzni. Az első,
hogy a helyzetértékelése, amit Kónya Imre nyújtott, nem értünk egyet, tudomásunk szerint Magyarországon nincsen alkotmányos válság, szemben Kónya Imre szavaival. Úgy gondoljuk, hogy a tárgyalások megszakadásáért nem lehet az ellenzéket hibáztatni, ahogyan Kónya Imre tette. A tárgyalások két ok miatt szakadtak meg, először is azért, mert a kormánykoalíciónak, illetve annak képviselőjének nem volt kellő hosszúságú felhatalmazása, a másik pedig, hogy a kormány a mi megítélésünk szerint nem óhatott a törvény sarkalatos kérdéseiről tárgyalni, és így a törvényben folyó egyeztetések lényegében megakadtak, előre nem haladtak. Ezért kerül sor megítélésünk szerint a tárgyalások megszakadására. Szeretném mindenkit emlékeztetni, hogy nem az ellenzék képviselői álltak fel az asztaltól, hanem a kormánypárti képviselők hagyták ott az ellenzékeket. Köszönöm, hogy meghallgatok. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, kérem feltétlenül a ház határozatképességének a biztosítását. Kónya Imre kíván visszalépett. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, fontos javaslatok megtárgyalása, fontos határozatok meghozatala áll előttünk. Ugyanakkor a képernyő tele van felszólalni kívánó képviselők neveivel. Én kérem, hogy aki csak teheti, lépjen önként vissza. A többieket szavazásra fogom bocsájtani. Kérem tehát, hogy aki lehet, törölje a nevét. Kérem szépen, elsőként Dénes János neve szerepel. Kérdezem a házat, kívánja-e meghallgatni Dénes János független képviselőt. Határozathozatal következik. Kérem a folyosokról bejönni a képviselőknek. Kérem helyet foglalni. Határozathozatal következik. Most kérem állásfoglalásukat Dénes János szókérésével kapcsolatban. Köszönöm. Kérem szépen, a ház nem határozatképes, illetve sokan nem is szavaztak. A többség, a szavazók többsége nem kívánja meghallgatni. Dénes Jánosra bízom, hogy hogy foglal állást. Tessék, Dénes János illetve. Először, hogy a saját időmbe spóroljak, egy ügyrendi javaslattal kezdenék, amelynek az a tárgya, hogy 5 percben határozza meg az elnök úr már az én felszólásom lehetőségét, és ezek után a többiekét is. Ajánlom az elnök úr figyelmében, miután a ház határozatképtelen. És most élek a kapott szó jogával. Elnök úr, tisztelt Országgyűlés, engedjék meg, hogy amikor első törvényünk alapján az elmúlt napokban az 56-ra való emlékezési jegyében a 36. évfordulót ünnepeltük, és a köztársaságunk kikiáltásnak a 3. évfordulóját, mégpedig segítségemre jön a korábban elmondott beszédem, különösképpen a parlament előtt nagyon impozáns és gyönyörű körülmények között, ugyanakkor bekövetkezett ez a sajnálatos fiaskó, ami most már időt rabló tevékenységünk tárgya. Tekintettel arra, hogy a tisztelt felszólalók mindegyike hivatkozott arra, hogy mi történt itt, meggyalázták ünnepünket. Engedjék meg, hogy figyelmeztetsem a tisztelt házat. Mi történt 1990. október 23-án?
mi történt 1990. október 26-a és 29-e között. Mi történt 1990. október 29-én itt ebbe a házba. Akkor volt meggyalázva a nemzet és a társadalom. Most mi történt? Egy szégyenletes esemény történt, ahol az ország legjobb közjogi méltósága nem kapta meg az illő tiszteletet. De a közjogi méltósággal jár a közjogi méltóság felelőssége is és helytállása is. Hát miért ment el a köztársasági elnök úr? Miért nem ő élt köztársasági elnök jogával, és miért nem élt a szóval? Hát kezébe volt a mikrofon, senki nem távolította el. Nem volt életveszélyben, nem kellett elmenekülnie. Tehát az elnök úrnak, ha csak személyiség zavara nem lépett közbe, ami adódhatott talán abból az eseményekből, előzményekből, amely idáig juttatta, feltétlenül szólnia kellett volna. De ha már netalántán nem volt képes szólni, október 23-án, önnek is, uram, ezek szerint, mert eltévesztette most a szerepét. Tehát kérem szépen, ha nem volt képes ott szólni, este miért nem ment el reprezentatív módon az általa is házigazdaként szereplő operaházi rendezvényre? Miért nem tett eleget köztársasági elnöki kötelezettségének? Kérem, a kérdés így is megközelíthető, sőt, így kell megközelíteni. Engedjék meg, hogy folytassam tovább. Kérlek szépen, hála a jó Istennek, nem a hölgyeknek, és nem az uraknak, hanem választóimnak kell szót fogadjak. Ennek jegyében folytatom. Tekintettel arra, hogy itt szó volt bizonyos jelvények, meg 6-7-10-12 fős csoportok megrendszabályozásáról. Hát engedje meg a tisztelt ház, hogy megint a tisztelt ház hátulütőjét emlegessem. Hát ebbe a házba elhangzott egy terrorista pártnak a betiltására szóló felhívás, amely országos társadalmi megmozdulás is alátámasztott. Mit tett a tisztelt ház erre, hogy ennek a pártnak a betiltását nem tette törvényesen lehetővé? Vajon, ha ez megtörténik, eljutunk idáig? Uraim, állítom, hogy nem. Engedjék meg, hogy folytassam tovább. Skizofrén állapotban vagyunk. Hát országgyűlési képviselőként meghív a Magyarországi Cionista Szövetség. Elmegyek hozzájuk vendégségbe. Beszélgetünk, vitatkozunk, egyetértünk, kulturáltan viselkedünk egymással. Eltelik 2-3 hónap, és megtudom, hogy az ENSZ által betiltott fickos szervezet vendége voltam, mert későbbében történt Antal miniszterelnök úr izraeli látogatás, melynek értelmében ENSZ elé tárták az ügyet, és a Magyarországon hivatosan törvényesen azóta működhet a Cionista Szövetség. Kedves uram, én az ön fülére is igényt tartok, nagyon szimpatikus számomra az ön füle. Engedje meg, hogy szigorúan napirendhez tartva folytassam tovább. Még van 50 másodpercem, de ha az idő ilyen kegyetlen hozzám, nem kerülhetek önmagammal ellentmondásba. Elnök úr, köszönöm a szót. Önöknek meg, hogy meghallgattak. Különösképpen Vájtüli barátomnak. Köszönöm. Kérem szépen, előzőleg már ügyrendi felszólást kért Salamon László, visszalép. Őrsi Mátyás kér ügyrendi felszólalást. Elnök úr, tisztelt ház, én Dénes Jánossal soha nem fogok vitatkozni, mert nem érzem, hogy ennek lenne bármi értelme. De amikor az előbb Olá Sándor képviselő úr bírálta elnök úr eljárását, elnök úr olyan hevesen kezdte rázni a csengőt, mint még talán soha. Dénes János azt mondta a köztársaság elnökéről, hogy személyiségzavarral küzd, elnök úr nem tartotta szükségesnek, hogy rendi utasítsa, és ezt én nagyon sajnálatosnak tartom. Köszönöm szépen. Köszönöm. Salamon László kér szót. Kérdésben kérek szót, inkább egy ügyrendi kérés, amit nem kellene szavazásra fölteni. Nagyon kérem valamennyi képviselőtársunkat, hogy foglalkozzunk most már végre azzal, ami
ami tényleg a dolgunk. Én elismerem, hogy nagyon-nagyon fontos dologról volt itt szó most is, és hétfőn is, de azt hiszem, hogy a hétfői 3 órás vitában és a mostani közel 2 órás vitában valamennyi gondolat, valamennyi érv elhangzott. Nagyon kérem valamennyi képviselőtársunkat, koncentráljunk arra, ami egységes és közös dolgunk. Végezzük el a napirendet, teljesítsük a tárgysorozatot, folytassuk az érdemi munkát. Köszönöm szépen! Köszönöm! Felszólalást kért Juhász Pál a Szabad Demokraták Szövetsége részéről. Megkérdezem a házat, kívánja meghallgatni Juhász Pál. Határozathozatal következik. Most kérem szavazatokat. Köszönöm. Kérem szépen, újból határozatképtelen a ház. Az eredmény a táblán olvasható. Megkérdezem Juhász Pált, ragaszkodik-e felszólalásához? Nem értem. Tessék, Juhász Pált illeti a szót. Vivi azon a rendezvényen. Tehát maradok annál, ami a két percese indokolt, hogy mondjam, mert tényhez tartozik. Igaza van belügyminiszter úrnak, akkor ott az nem rendőri kérdés volt. Igaza van belügyminiszter úrnak, nem néhány hungarista és nem az 50 körüli skinhead, hanem egy annál sokkal komolyabb csoport volt az, amelyik a október 23-i megemlékezést megzavarva az elnök úrral szemben való politikai vitáját akarta tisztázni a nemzeti ünnep helyett. Az egyharmadát is elérte a sokaságnak. De mi a másik kétharmadban nem tudtunk mit tenni. Hiába voltunk ott. Pedig minden zaj, amelyik az egyik zajt el akarja nyomni, a zajt fokozza tovább. Egyszerűen erről van szó. Másik, amit meg akarok jegyezni, magam is és sokan közülünk 20 éve járnak nemzeti ünnepekre. Mostanában én arra biztattam mindenkit, hogy az igazi nemzeti ünnep az nem az, hogy följön egyik vagy másik horda, hogy ottan beleordítsa, hogy mit akar, hanem az, hogy összejövünk. Vagy az, hogy ki elmegy pulykasültet enni, vagy elmegy a családjával kirándulni, és kerüljünk mindenféle pártrendezvényt. Ez történt. Köszönöm. Szólásra jelentkezett Réti Miklós a Magyar Demokrata Fórum részéről. Megkérdezem, ragaszkodik-e felszólalásán? Nem értem. Kérem szépen, meg kell szavaztatnom. Határozathozatal következik. Kívánják-e meghallgatni Réti Miklóst? Most kérem a szavazatot. Köszönöm. A ház határozatképtelen, a többség meg akarja hallgatni, Réti Miklós illeti a szó. Elnök úr, tisztelt ház, csak egy bejelentést szeretnék tenni, nem kívánok szólni. A média ügy megoldatlansága, a demokratikus jogrend működési zavarainak észlelése aggodalmamat kifejezően egy levelet fogalmaztam meg a Magyar Köztársaság elnökének, Lőncz Árpád úrnak, egy nyílt levelet. Ezt a levelet a mai napon a köztársasági elnök úrnak átadtam. Gondoskodom róla, hogy a levél tartalmát képviselőtársaim is megismerjék. Köszönöm a szót, elnök úr. Köszönöm. Szólásra következik Varga Zoltán. Kérdezem a házat, kívánja meghallgatni a Magyar Demokrata Fórum részéről. Visszalépett. Szólásra következik Nagyné Masszó Ágnes. Kérdezem, hogy fenntartja-e igényét, vagy visszalép. Fenntartja.
határozathozatal következik. Kérdezem a házat, kívánja meghallgatni Nagyné Macó Ágnes. Most kérem szavazatot. Jó, foglalj helyet. Köszönöm. A ház határozatképtelen, a többség nem szavazta meg. Kérdezem, Macó Ágnes, föl kíván-e szólalni? Igen, tessék, Macó Ágnes, illeti a szót. Tisztelt elnök úr, képviselőtársaim! Néhány mondatban szeretnék Kónya Imrének a hatpárti egyeztetésekkel kapcsolatosan válaszolni. Ugyanis ő azt mondta, hogy a törvényalkotási kérdésekkel összefüggésben folytattak tárgyalást, a hat párt képviselői. Én csak leszögezni szeretném itt, a nyilvánosság előtt, hogy ezek a zárt ajtók mögött folytatott tárgyalások, úgynevezett paktum előkészítők, teljesen illegitimek. Továbbá tájékoztatom azokat, akik nem tudják, hogy a tárgyalásokon független képviselő nem vett részt, holott a választási rendszerünk szerint erre már többször figyelmeztettem képviselőtársaimat, vegyes választási rendszer működik, vannak olyan képviselők, akik nem pártok tagjai, vannak olyan képviselők, akik függetlenül mandátumot kaptak, továbbá akik függetlenek lettek. Tehát ezek a tárgyalások a törvényalkotási kérdésekkel csak oly mértékben függenek össze, hogy előkészítenek olyan már ismert, és mindannyiunk által kudarcba fulladt paktumokat, mint például a köztársasági elnök személyében történő megállapodás. Akkor háborogtak, uraim és hölgyeim, amikor elmondtam, hogy paktumnak helye nincs, és most önök háborognak a legjobban, hogy nem jó a köztársasági elnök. Önök választották, tessék, fogadják el. A másik dolog, amiben szólni szerettem volna, teljes mértékű provokációnak tartom, ami itt napok óta zajlik. Nyugodtan megtehetik, én nem vonom kétségbe, hogy nem lehet fasisztázni. Fasisztázzanak nyugodtan, miközben Bős-Nagymarosnál elterelik a Dunát. Fasisztázzanak nyugodtan, miközben az ország lakosságának nagy része élelmiszer gondokkal küzd. Nagyon sokan az éhség küszöbére kerülnek, és itt azért két mondatban elmondanám, hogy a létminimum alatt élők Ilkei Csaba független képviselővel együtt sztrájkot folytatnak, éhségsztrájkot, amiben én a magam részéről maximálisan támogatom őket, de maguk itt nyugodtan fasisztázzanak napokon keresztül, joguk van hozzá. Továbbá tájékoztatnám azokat a képviselőket, akik Árpád sávról beszélnek, és oly mértékű tudatlanságban szenvednek, hogy Árpád, azaz István királyunk nagyapja volt, nem pedig egy náci vezér. Ezt is tegyék hozzá. Továbbá elmondanám azt is azért, hogy örülök neki, hogy a nép lefasisztázásával, és nem véletlenül mondom olyan sokszor ezt a szót, Orbán Viktor az elmúlt napokban méltán vált Marosán György utódjává. Örülök neki, hogy ilyen nyilvánosan mondta ezt, és az ország lakosságának a figyelmét felhívom rá, hogy nagyon nézze meg, miről folyik itt a vita. És még egyetlen gondolatról szeretnék szólni, a szélsőbalos veszélyről. Azt mondják sokan, többen itt Hag Péter is említette, hogy nincs ilyen veszély. Hát valóban szerintem is teljesen idejét múlta ez a szélső jobb, szélső bal, meg jobb, meg baloldalosdi, már elméletileg is, hisz úgy kellene különbséget tenni, hogy vannak provokátorok, és vannak békésen, becsületesen dolgozók. Ilyen provokátornak minősítem én nem csak azokat, akik bizonyos sapkát tesznek föl egy téren, hanem azokat is provokátornak minősítem, akik például, ha figyelték tegnap este a televízió egyik szórakoztató műsorát, ajándékba egy szatyornyi Stalin szobrot adnak
egy ellenzéki képviselőnek. Persze hozzáteszem, hogy kormánypárti képviselők is ültek ott, és hát ha ők ezt viccnek tartják, akkor én azt javaslom önöknek, gondolkodjanak el rajta, hogy mit szólnának Izraelben, hogyha Hitler szobrot ajándékoznának egy tévéműsorban, akár ellenzéki, akár kormánypárti képviselőknek. És ezt hogyan figyelnék? Tehát én arra hívom föl az önök figyelmét, és ezért kértem kizárólag szót, távol tartottam eddig magamat a szólástól, de most azt szeretném mondani, hogy nyugodtan fasisztázzanak, vigyék hírül a világba, amit akarnak, Amerikába is kivihetik a kongresszusba, támogathatják, de higgyék el, hogy az egész országot ez nem foglalkoztatja, nem is érdekli, a nép nyugodtan él, nem ugrik be se annak, hogy liberalistázzon, se annak, hogy nacionalistázzon, se annak, hogy fasisztázzon. Itt provokálhatják egymást, csatázgathatnak, de ha ezt folytatják, biztos, hogy együtt amblok ez a társaság, ha békés, demokratikus választás lesz, meg fog bukni. Köszönöm, hogy meghallgattak. Tisztelt Országgyűlés, az ülés vezetését Szabad György elnök úr átadta számomra. Következik Pilló Pál képviselő úr, a Magyar Szocialista Párt képviselője napi rendelőki felszólalása. Kérdem, föntartja-e felszólalási igényét? Igen. Kérdezem a tisztelt házat, megkívánja-e hallgatni Pilló Pál képviselő urat? Kérem, szavazzon! Országgyűlés nem határozatképes, 49,6% a jelenlévőknek a meghallgatás mellett szavazott, megadom a szót. Tisztelt ház, kedves képviselőtársaim! Én egyetlen egy dologra szeretnék reagálni Mizsei Béla képviselőtársam felszólalásából, mert úgy érzem, hogy egy olyan minősítés hangzott el képviselőtársam szájából, amelyet minden jóérzésű országgyűlési képviselőnek vissza kell utasítani. Képviselőtársam azt mondta, hogy azért, mert az országban egyre több helyről lehet azt hallani, hogy régebben, néhány évvel ezelőtt az emberek jobban éltek, ezért ezek az emberek politikai analfabéták. Én ezt szeretném visszautasítani, és én nagyon remélem, hogy ebben a képviselőtársaim többsége egyetért. Köszönöm. Köszönöm szépen. Ugyancsak napi rendelőti felszólalása jelentkezett még. Mádai Péter visszalépett. Még egy képviselő úr jelentkezett, Hajdú Zoltán. Kérdem, kíván-e felszólalni? Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, a napi rendelőti felszólalások véget értek. Ismertetem mai ülésnapunk várható programját. Először részletes vitára bocsátásokról határoz az Országgyűlés, ezért kérem, az üléstermet elhagyott képviselők foglalják el a helyüket. Majd az Országgyűlés házszabályainak módosításáról szóló javaslat részletes vitája és határozathozatala következik. Ezt követi a társadalombiztosítás önkormányzati igazgatásáról szóló törvény, a munkatörvénykönyve, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény módosításáról rendelkező javaslat határozathozatala. Ezt követi a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése. Ezután az általános forgalmi adóról szóló törvényjavaslat általános vitáját kezdjük meg, majd a fogyasztási adóról és a fogyasztói árkiegészítésről szóló törvényjavaslat általános vitája következik. Ezután a bányászatról szóló törvényjavaslat általános vitáját folytatjuk és lehetőség szerint lezárjuk.
Ha marad még idő, sorra kerül a magyar energiapolitikáról szóló tájékoztató és országgyűlési határozati javaslat vitája. Tisztelt Országgyűlés, bejelentem, hogy a Magyar Köztársaság 1992. évi pótköltségvetéséről szóló törvényjavaslat és a hozzá kapcsolódó országgyűlési határozati javaslat általános vitájának folytatására, továbbá a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvényjavaslat határozathozatalára jövő heti ülésünkön kerül sor. Bejelentem, hogy Zétényi Zsolt képviselő úr kérte a büntetőeljárási szabályok kiegészítéséről szóló törvényjavaslat és a büntethetőség elévülésének értelmezéséről szóló elvi állásfoglalás napirendre tűzéséről, illetőleg sürgős tárgyalásáról a jövő heti ülésünk kezdetén határozzon az országgyűlés. Emlékeztetem Önöket, hogy hétfői ülésnapunkon az agrárpiaci rendtartásról szóló törvényjavaslat általános vitáját lezártuk, de a részletes vitára bocsájtásról nem határozott az országgyűlés. Indítványozom az országgyűlésnek, a törvényjavaslatot bocsássa részletes vitára. Kérdezem a tisztelt országgyűlést, egyetért-e az indítvánnyal. Kérem, szavazzanak. Tisztelt Országgyűlés, nem vagyunk határozatképesek. Kérem, a termen kívül tartózkodó képviselők fáradjanak a helyükre. Kérem a frakcióirodákat is értesíteni, hogy az irodákról térjenek vissza. Kérdezem, bizottság ülésezik-e? Nem. Tisztelt Országgyűlés, addig is, amíg a határozatképesség nem áll helyre, akkor módosítunk a tárgysorozat sorrendjén. Következik a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló törvényjavaslat általános vitájának megkezdése. Az előterjesztést 6570-es számon kapták kézhez. Következik Pusztai Erzsébet, államtitkárasszony, a napirendi pont előadója. Elnök úr, tisztelt ház! A szociális ellátásokról szóló törvény tárgyalását kezdjük meg most, és úgy érzem, hogy a törvény lényegi részének ismertetése előtt néhány alapfogalmat is tisztáznunk kell. Nagyon sokszor, nagyon sokfelé hallunk megállapításokat szociális rendszerről, szociális hálóról, a háló foltjairól és lukairól. Ugyanakkor azonban nagyon ritkán hallgatjuk és hallhatjuk meg azt, hogy ki mit ért ez a felatt a fogalmak alatt. Egy ország szociális rendszere valójában mit is takar? Talán legrövidebben és legtömörebben úgy foglalhatnám össze, hogy elsősorban az önmagukat vagy családjukat átmenetileg vagy tartósan, különféle okokból képtelen emberek, eltartani képtelen emberek vagy hátrányos helyzetűek támogatását. Mi a szociális háló egy országban? Mit nevezhetünk annak? Mik ennek az elemei? Igazából a szociális ellátásban a legtipikusabb élethelyzetek az öregség, a betegség, a rokkantság, az egyéb fogyatékonyság és a jövedelem hiány. A szociális háló elemei közé tartoznak az állami nagyrendszerek, a társadalombiztosítás, az egészségügyi ellátás, a családi pótlék, a gyesgyed. Ezek mind pénzbeni ellátások. Az önkormányzatok által működtetett rendszerek, a segélyezések, melyek lehetnek pénzbeliek és dologiak, a különféle szolgáltatások, például házi gondozás. Ide tartoznak az önkéntes szervezetek tevékenységei is, ebben évszázadok óta az egyházak vezető szerepet visznek, de egyéb társadalmi szerveződések és alapítványok is szerepet játszanak. Mindehhez tartoznak az állam, önkormányzatok vagy önkéntes szervezetek által fenntartott különféle intézmények, melyek a gyermekvédelem, az idősek vagy a fogyatékosok intézményi ellátását végzik. Tehát ezek mind-mind a szociális háló részei egy társadalomban. Eddig az állami szint nem vált szét a helyitől. A
Az önkéntes szervezetek jó részt csak illegálisan működhettek. A tanács lényegében csak végrehajtóként szerepelt, önálló szociálpolitikát csupán minimális mértékben folytathatott. Alacsony színvonalú és hiányos ellátó rendszerek működtek, melyek nem érték el céljukat, a rászorultakat. Sokaknak adott keveset általában, ugyanakkor egyes csoportok halmozott ellátásban részesültek, mások kimaradtak. Alig voltak elérhetőek a társadalomban perifériájára került emberek, még kevésbé a hajléktalanok. Változó szintű, zavaros, szinte áttekinthetetlen jogi szabályozás működött, helyenként túlszabályozással. Nem voltak tisztán elhatárolva egymástól a társadalombiztosítási és költségvetési ellátások. Mintegy 70 féle főellátási forma létezett, összerendezetlenül. A jelenleg működő rendszerek hiányosságait és ellentmondásait felerősítette, és a társadalom jövedelem szerkezetében bekövetkező változások, a jövedelmek széthúzódásának folyamata. Új szociális kihívások jelentek meg, melyekre kész szakmai válaszok nem voltak. Éppen ezért nem a szociális rendszer eddig meglévő elemeinek toldozgatását folytatjuk, hanem gyökeres szociálpolitikai reformot indítunk útjára. A gazdaság átalakulásának folyamatában jelenleg a legsúlyosabb munkanélküliségre már 91 óta működik az európai színvonalú ellátórendszer. Ez a törvénytervezet, amely önök előtt fekszik, a szociális reform egyik alaptörvénye, és a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szól. Részletes koncepció kidolgozása előzte meg, melyet az előzetes vitákon a szakmai közvélemény lényegében elfogadott. Az önök előtt fekvő tervezet egyetlen pontjában sem tér el az előzetes koncepciótól. A koncepció alapján az átgondolt reform végrehajtása azonban ütemezést igényel, hiszen nem lehet a fennálló rendszerek mindegyikét egyik napról a másikra felváltani. Folyamatban van a társadalombiztosítás átalakítása, az egészségügy megreformálása is. A törvénytervezetet ezért kiegészíti a továbblépés irányait kötelezően kijelölő országgyűlési határozat tervezete, mely szintén önök előtt van már. A két tervezet együttes vizsgálatával értelmezhető a szociálpolitikai reform egésze. Ez a törvénytervezet a korszerű európai szociálpolitikai gondolkodás normái szerint fogalmazódott meg, annak ellenére így van ez, hogy a minősítések megelőzték a törvény részletes ismeretét. Mielőtt rátérnék a törvényjavaslat alappilléreinek bemutatására, a megalkotáskor követett szellemiségről kell szólnom. Az ország jelenlegi gazdasági helyzete nem teszi lehetővé egy bőkezű, nagyvonalú ellátási rendszer létrehozását. Erre törekednünk irreális célkitűzés lett volna. A jelen helyzetben fontosabbnak ítéltetett a jogszerűség és kiszámíthatóság középpontba állítása, a támogatást igénylők és támogatást nyújtó állami...